Bár lassan, október közepéhez képest még egész meleg és napos az idő, már mindenhol beindult a fűtés. A hivatalos fűtésszezon október 15-től április közepéig tart, de a fogyasztók kérésére ezek az időpontok az időjárástól függően évről évre módosulnak. A jelenlegi fűtési szezon elég hirtelen jött, tehát szeptember közepén körülbelül két hete azt lehet mondani, hogy majdnem a kánikulából hirtelen a mínuszok érkeztek. Hát ilyenkor nehéz helyzetben vagyunk, hiszen egyszerre kell majd, hogy nem mindenütt elindítani a fűtést, és erre kell egy kis türelmet kérnünk. De úgy gondolom, hogy most már szinte 100%-ban bekapcsolásra került a távfűtés. Salgótarjánban jelenleg több mint 4000 lakást és intézményt lát el hővel a Salgó Vagyon Kft. Többek között ebben a Beszterce lakótelepi kazánházban működő négy modern gép segítségével történik mindez. Az első és a második működik most, hiszen a jelenlegi igénybevételhez ez a két kazán elégséges. Ezek korszerű nagy hatásfokú kazánok. A fűtés zavartalanul zajlik Salgótarjánban, de a fogyasztókat ezúttal is kérik a körültekintő fűtés használatra és a holt szezonban a fűtőtestek karbantartására. Esetenként kérik a rendszer leürítését. Na most ilyenkor célszerűnek tartjuk azt, hogy a lakók is megnézzék, hogy a radiátorszelepek jók, nem jók. Két évente érdemes szerelővel megvizsgáltatni, hiszen abból számos probléma adódik, hogy föltöltjük a rendszert, és valami hiba miatt le kell engedni, mert enged egy szelep vagy probléma van. Ilyen előfordul, de arra kérjük a lakókat, hogy lehetőség szerint, amikor leürített rendszer van, akkor ezeket a karbantartásokat végeztessék el. Az időjárási előrejelzések szerint hazánkba egészen november elejéig nem jön be a hideg. Igaz, reggel és este már jócskán lehűlhet a levegő. Viszont aki fázósabb, annak sem kell aggódnia, hiszen már csak meg kell nyitni a radiátort.